mutatkozik a Dunafer, az a Dunafer, amelynek 6 friss világbajnoki ezüstérmes játékosa van, és amely sokak szerint legalább olyan jó csapat, mint az a Dunafer volt, amely 5 esztendővel ezelőtt 1999-ben megnyerte a bajnokok ligáját. Nagyon erős egyébként ez a csoport, hiszen a német és a magyar bajnokon kívül itt van még a Leliana Valencia, illetve az orosz Lada Toljatti, ugye a Toljatti nyert Valenciában bemutatkozásként, az oroszokat is sokan a végső győzelemre is esélyesnek tartják. Gáspár Gabriella a közeli képen, itt van az édesapja, találkoztak a mérkőzés előtt, nagyon feldobta láthatóan Gáspár Gabit mindez, de az egész csapat jó hangulatban készülődött erre a mérkőzésre. Nyilván az is javított a hangulaton, hogy Pálinger Katalin, aki ott éppen iszik, szóval ő egészséges, hosszúra nyúlt betegsége után ott lesz majd a kapuban, ő kezd. A tervek szerint sokat hagyott ki, ugye volt egy tüdőgyulladása, amely ráhúzódott a mellhártyájára, és óvatosságból nem mozoghatott jó néhány napig, aztán most néhány edzésen van túl csupán. Azt mondta, hogy ő is és az edzők is, hogy általában az első meccsel nem szokott gond lenni egy-egy ilyen kihagyás után, a problémák majd később kezdődhetnek. Ő meg még azt hozzáfűzte, hogy de most rá fog erre cáfolni már, mint arra, hogy lesznek problémák később. Ukrán játékvezetői kettős, kétszer vezettek eddig a Dunafernek nagyon fontos mérkőzést, egyszer akkor, amikor BL-t nyert a dunaújvárosi csapat, a Jégcsarnokban egy emlékezetes mérkőzésen a Hipó ellen ők fújták a sípot, és aztán tavaly az EHF kupa döntő első meccsén, ugyancsak Dunaújvárosban a Tánclágez ellen, mindkét meccsen végül diadalmaskodott a Dunafer, reméljük most is így lesz ez. Fehérben tehát a magyar csapat, kékben pedig a házigazda németek, íme Dago Leikefeld, ő a hazai szakvezető. A szokásoknak megfelelően Lovász Radulovics, Bohus Ferling, Kindl, illetve Nagy Ivet kezd, és ahogy említettem, Pálinger a kapuban. Kindl. Bohus ott nem tud bemenni. Nagyon erősek egyébként középen. A szószoros értelmében mondom ezt a németek. Bohm fogta meg az imént Bohust. Ferling. Kérte Kis Szilárd, hogy a magas erős játékosok mellett inkább pattintva próbálják Bohusnak bejátszani a labdákat. Most ez történt. Kindl. Az első lövés mellé megy. Gréner. Ő a németek kapusa. A Trier részt vett néhány nappal ezelőtt a Lipcsei Mesterek kupáján. Harmadik lett egyébként azon a tornán a gárda. Őt választották meg, mint Grénert a legjobb kapusnak. Bohm. Baumbach középen, ő irányít. Lipcsében is azt tette, a hírek szerint remekül, ő lett a gól király is, és ez fölé. Szilke Meyer rejtett. Azt mondta egyébként Kis Szilárd, hogy tipikus német kézilabdát játszó csapat az ellenfél, rohannak, kemények, gyorsak. És azt csak én teszem hozzá, hogy remélhetőleg tartanak majd a Dunafertől. Nagyra törő terveik nincsenek a BL-ben, sajnos ez is mellé megy Radulovics. Azt mondta az edzőjük, hogy egy győzelmet szeretnének legalább a 6 meccsen. Most megvan az első góljuk a bajnokok ligájában. Althaus szerezte a beálló. Ő egyébként ott volt a magyarországi junior világbajnokságon, ott harmadik lett a német csapat, akkor, amikor a miénk másodikok. Ferling, a kapufája tolja a kapus, és aztán marad a Dunafernél a labda. Ferling. Kindl. Megint a pattintott bejátszás, Bohus nem tudja összeszedni, viszont meggátolja az indítást. Így vissza tud rendeződni a csapat. Lassan 3 perc telt el a mérkőzésből, mindössze egyetlen gól eddig. Azt is a németek szerezték sajnos. Mozgovaja
őrá kell leginkább ügyelni majd. A jobbát lőre játszott a Hipóban is, és rengeteg gólt lő, hatodik a német góllövő listán egyelőre. Mozgovaja bevitte középre, és blokkolják, ajaj, Nagy Ivet szórja el. Mozgovaja össze tudta szedni, 2-0. Nem indul jól elsősorban, azért mert nem sikerült eddig gólt lőni. Sőt, emlékeim szerint trénernek mindössze egyszer kellett labdához érnie. Ferling. Radulovic, kilépnek rá keményen. Baumbach szabálytalan volt. Kindul. Ferling. Radulovic. Megvan még Ferling. Hatalmas zicser volt ez is. Az nyilvánvaló volt, hogy nem lehet lebecsülni a németeket, már csak azért sem, mert tavaly megnyerték a bajnokságot, meg bejutottak a Bajnokok Ligájába, nagyon büszkék is rá, mert több, ahogy említették, náluk nevesebb német csapatnak ez nem sikerült az elmúlt években. Ők egyébként a Madeirát győzték le, Pásztor Zsófia 9 gólt dobott nekik itt Trierben, és aztán mindkét meccset Szlovéniában játszva a Pirán ellen diadalmaskodtak 2 győzelemmel. Nem rossz csapat tehát, annak ellenére, hogy jelenleg csupán 8-ok a bajnokságban. Kindl. Birkózásban Althaus nagyon jó. Baumbach. Talpról. Sarokdobás. Fent a játékvezetők keze egyébként. Ha jól láttam, nem láttam jól. Baumbach. Sajnos hozzáért valaki, mármint azért sajnos, mert így marad a németeknél. Scholl, Mozgovaja, be középre, megint a beálló és bedobja Althaus, 3-0. Fokozódik a hangulat, amely eddig sem volt rossz. Radulovic, kivártak a játékvezetők, és Radulovic megszerzi az első magyar gólt. 5,5 perc telt el. Jó lenne, hogyha ezt a gólt gyorsan továbbiak is követnék. Belefújtak. Hát így 7 méteres következik. Kisétál oda Radulovic majd. Valóban ő lőheti tehát az első magyar gólt, legfeljebb nem akcióból. Úgy is van, 3-1. A világbajnokság gólkirálynője, Bojana Radulovic. Volt már a világ legjobbja is. A németek pedig leginkább őt emlegették, meg Pálingert, mint akiktől tartaniuk kell. Baumbach, Mozgovaja. Vele szemben fő a keménység, meg az, hogy befelé a magas emberek felé kényszerítsük. Ezt mondta Kis Szilárd, Mozgovaja. Baumbach, megint a beálló. Baumbach és Althaus között remek a kapcsolat. Már 3 gólos Althaus. Az ő semlegesítése egyelőre nem megoldott. Kindl! Harmadszor lőnek jó alaposan mellé a mieink. Közben eltalálták Althaust. Nem jutott be az elődöntőbe. Böhm, Mozgovaja. Kaspár ugrik oda, a védekezést váltott a Dunafer. Mozgovaja, összezárnak előtte. Kaspár védekezik kint, Baumbach, Vignicki volt kemény. Baumbach, Mozgovaja, megint a beállót keresték,
támad dobást kapnak, Althaus-t Bohus rángatta meg középen. Fent a játékvezető keze, Baumbach belövi. Jól játszanak sajnos. 5-1 a 8. percben. Támadásban kiinduljon Gáspár helyére. Ferling. Szabad dobás. Jó a németek védekezése is. Radulovic kicsúszik a kezéből. Nem tudnak végigmenni, Radulovic Baumbachot állította meg. Böhm. Élni kéne azzal, hogy most ők rontottak. Ferling. Még nem állt fel a védelem. Ferling! Kár pedig bent volt. Althaus kapott sárgát. Talán hallatszik egyébként, dunaújvárosi szurkolók is vannak a mérkőzésen. Ez nagyon szép, Ferling! 5-2. Nagyon szépen vitték végig, de közben újabb gólt lőnek a németek. 6-2 már. Lovász megveri a védőjét. 7-es lesz ez is. Radulovic bent van, 6-3. 2-ből 2 eddig, ami a 7-eseket illeti, Radulovic mérlege. Althausban nagyon bíznak a többiek, mondjuk nem csoda az eddigiek alapján. Meyer próbálta az imént megjátszani. Meyer. Böhm. Pontosan Böhm. Baumbach, Mozgovaja. Gáspár ugrik a nyakába. Baumbach. Mozgovaja, megint az indulócsel. Althaus, Baumbach megveri Ferlinget és bedobja. Baumbach és Althaus egyelőre remekel. Nagy évet hiába húzódott fel a szélről, már nem érhetett oda. 7-3, 11. perc. Ferling. Kindl. Nagyivet indul el keresztbe, Ferling. Kinéz a játékvezetőre, úgy érzi, végig vihette volna, alig ha nem jobban érzi úgy. Radulovic, ott a hely. Nem jönnek be a lövések, az átlövések, és ez nagy baj. Bohm. Baumbach. Meyer. Ez volt a 8. német gól. A helyi lapokban dicsérték egyébként a bal szélsők játékát a lipcsei torna után, amely az itteni újságírók által írtak szerint nagyon sokat javult. Kindl! Végre! Egy szép átlövés gól. Bátran lassítanak a német kollégák, közben itt is egy akció, és ez is góllal végződik. Megint Meyer. Radulovic.
Erling. Kindl. A második gólja mindkettő átlövésből. 9-5. Gyors támadás, ez is jellemző a németekre. Mint ahogy az is, hogy Althaus jól lő, de most rálépett a vonalra, ami igazából nem is létezik, legalábbis szegény nincs. Narancssárga a büntető terület. Ferling! Ez meglépés. Mondták is a dunaújvárosi hölgyek az első a tegnap esti edzés után, meg előtte is, hogy ez kicsit zavaró. Megszokott szegény hiányzik. Mozgovaja. Baumbach. Gáspár zavar középen. Mozgovaja. Gáspár megint a nyakában. Mozgovaja. Ferling. Hetes. Jól zártak, Ferling nem tudott kilépni. Ez a vége. Mozgovaja lövi, aki eddig még nem lőtt gólt. Most sem! Hű, de kellett ez! Ferling mondja be a figurát, amely most el is indul. Kindl. Nem jut el Bogushoz. A magas emberek lekapják a labdát. Ezt meg Kindl, de nem tudja megszerezni. Bom. Mozgovaja nem nagyon igyekezett felfelé a támadással. A németek nem cserélnek védekezésben, illetve támadásban. Ugyanaz a hat ember védekezik és támad. Közben azért álltam meg, hogy nézzem, mit ítélnek a bírók. Lovász már is gólt lő, 9-6, kapaszkodik a Dunafer, és egyre közelebb a Trierhez. Kivártak a játékvezetők, de lehetett érezni, hogy ebből baj lesz. Pálinger Kati gyakorlatilag minden akció után oda kiabál valamit a társaknak. Althausszal nem bírunk, leginkább vele nem. Bom, végzi el ezt a büntetőt. És kegyetlenül bevágja. A Trier egyébként tavaly, amikor az EHF kupa döntőjébe jutott a Dunafer, akkor negyeddöntős volt. Pontosabban elődöntős volt, tavaly előtt volt negyeddöntős a Challenge kupában, és tavaly összesítésben csak egy góllal kapott ki, miközben Radulovic ad el egy labdát a későbbi győztes Dortmundtól. Jó van, visszakapjuk. A játékvezetők meg visszarendelik a labdát. Althaus, úgy is van, Pignicki és Gáspár ugrott oda, és megszerezték a labdát. Bohus mehet. Pignicki. Nagy Ivett, ő is meglőheti az elsőt, de nincs meg. Bréner nagyot védett. És jó az indítása is, gyönyörű befejezés, Meyer. Már 3 gólos a bal szélső. Megint 5 van közte. Bejött közben Bulat Anita, és időkérés. Kis Szilárd nem vár tovább, nagyon nem megy eddig a Dunafernek. Radulovic. Ferling. Radulovic. Baumbach csimpaszkodott bele, sárgát kap. Rámosolyog Radulovicsra,
azt jelezve, hogy nagy csibész a magyar átlövő. Ulatot támasztották meg. Ulat. Radulovics, Kovásznak nem lehetett, Ferling. Bohust egyelőre nem nagyon lehet megjátszani. Gulat. Á, tiszta lövőhelyzet volt, és a kapufa hári Dréner helyett. Ez most pek. Ez már a 18. perc, és 11-6-ra vezet a Trier a Dunafer ellen. Mozgovaja, Althaus, Meyer keresztbe, Baumbach. Gáspárt nem tudja megverni lábbal. Pignicki volt szabálytalan az irányítóval szemben. Bó. Gáspár kísérte befelé. Mozgovaja cselez. Baumbach. Pálinger. Sajnos lovász elindult. Meyer. Bó. Belefordult. Úgy is van. A játékvezetők is így látták, Baumbach fordult Bohusba. Miénk a labda? Szól a hajrá, Kohász, és kell is, hogy szóljon. Jó lenne az első félidő végére szorossá tenni az eredményt, mert híresen jó a dunaújvárosiak erőnléte. Ferling! Az első apró lépés, 11-7. Bohm közben kapott egy sárgát is, Ferlingnek ez volt a második akciógólja. Gyakorlatilag nem cseréltek még a németek a meccsen. Mozgovaja a 20. percben 11-7-re vezet a Trier. Baumbach, megvan! Csak szerettem volna. Baumbach. Vignicki üt oda. Szép, Nagy Ivet húzódott fel, és most ő indulhat meg. Lovász a túloldalon, Nagy Ivet végig mehet. És benn is van. 11-8. A magyar balszélső Nagy Ivet volt egyébként az, akit leginkább felpaprikázott az, amikor tegnap az edzésük végén, az Unaferes hölgyek edzése végén bejöttek a pályára a németek, meg sem várva azt, hogy befejezzék a mieink, és az egyik térfélen ott elkezdtek edzeni. Azt mondta, hogy holnap, mármint Nagy Ivet mondta, hogy meg lesz ennek a bőtje holnap. Úgy legyen. Három gól most a különbség. De feljavult a Dunafer védekezése, remélem nem rosszkor mondom, nem. Gáspár beálltával ő is és Pignicki is nagyon jó munkát végezott. Leglényegesebb adatok voltak láthatók az imént a képernyőn. Baumba. Mozgovaja. Takarásból Pálinger. Kellene egy-két védés. Az önbizalmának is jót tenne, meg a németek egy kicsit óvatosabban lőnének. Azt mutatják a bírók, hogy lent volt Ferling lába, úgyhogy hetes következik majd. Radulovics és Gréner már harmadszor. Radulovics tehát megtáncoltatja a kapust és bevágja a harmadikat is. 11-9. Szegény Gréfer már azt se tudta, hol van. Nagyon jól lövi a büntetőket Radulovics bajánál. Baumbachot tartja meg Pignicki. Ez az, nagyon jó most a védekezés. Bohm, megint Pignicki van ott, nem engedi el. Gáspár! Baumbach most már nem annyira virgonc, mióta bent van Gáspár. Szabad dobást kap most. Bohm!
Gáspárra ugrik rá. Jó régóta támadnak már Baumba. Időt kérnek a németek. Mi volt az utolsó, tettük az időkérés előtt. Meg kell, hogy legyen, meg is van Pálingernek a labda. Most szerencsénk volt a kapufával. Nagy Ivett, Ferling. Kóm és Mozgovaja tartotta meg, Gáspár lejön. Ulata helyén. Ferling, Bulat. Bohus! Na most végre megkapta a labdát. 11-10, mindössze egyetlen gól a különbség. Ezeket kéne megakadályozni, Pálinger! Hatalmas védés. Itt még Bohus gólját lassítják. Fantasztikusat védett Pálinger Kati, és nagyon fontos pillanatban. Volt 11-6 is, és nem tudnak azóta gólt lőni a németek. 23. perc. Meyer rángatta meg Lovászt. Áll a játék. A német szakvezetőt kell figyelmeztetni megint. Elég sok szóbeli fedlés kapott már. Radulovics. Úgy is van! 12, illetve 11-10 után megvan a 11. magyar gól. Na, sikerült összezavarodnom. 5 gól egymás után. Jól van, helyreállt, úgy tűnik a világrendje. 24. perc. Amire 11-6-nál, pontosabban 6-11-nél gondolni sem mertem, akár még az előny is meg lehet a félidő végére. Mozgovaja. Ott maradt a szélső, Pálinger! Azok a fontos védések, amiket emlegettem is. Ferling, Lovász maradott! Nagyon szépen csinálta. Beakasztotta a kezét. És Meyer dühönghet, ugyanis újabb büntető következik. Gréfer most lejön, és a másik kapus, Daniele Vogt a helyén. Radulovics, a kapufa éléről jött kifelé. Az első kimaradt újvárosi büntető. Először vezethetett volna a Dunafer. Nem baj, biztos, hogy lesz még rá lehetőség. Kis Szilárdot a képalján látszik, közben Radulovicsnak mond el néhány tanácsot. Althaus. Bom. Mozgovaja. Befelé, Althaus, és megvan. Lefújták. Baumbach. Bom, de nagy gól. Megtörték ezt a hosszú német gólcsendet. Hatalmas gól volt. Pignicki nem tudta most megfogni. 12-11. Valamivel kevesebb, mint 5,5 perc van még hátra az első fél időből. Ferling, megint kifelé jön a kapufáról. Sok a kapufa a meccsen, sajnos mi többet lövünk egyelőre. Bom. Bohus kijön Althausszal. Althaus. 13-11. Ez volt a negyedik gólja anya Althausznak. Hát a sorozatban így játszik, akkor teljesülhet az, amit erre az idényre eltervezett, vagyis hogy beveregszi magát a német válogatottba, a felnőtt válogatottba. Baumbach az egyébként, aki állandó tagja a német csapatnak. Gyakorlatilag Bulat! Egy szép zárás! És egy nagyszerű átlövés. Próbálnak egyébként visszatámadni a magyar akciókból azonnal a németek, nyilván azért, hogy ne lehessen cserélni.
megint egy gól a különbség, 13-12. Megkezdődött a 27. perc. Bom! Mozgovaja. Egy hatalmas, fantasztikus induló csel, és 14-12. Berling, kivárnak a bírók és megadják a gólt, 14-13. Mindkét csapat igyekszik azzal élni, hogy amíg a másik védekezésben fel nem áll, nem rendeződik igazán, addig gólt lőjön, támadást vezessen. Radulovics most bent ragadt védekezésben, Gáspár bent van. Althaus. Baumbach. Meyer. Bohm. Althaus. Berling megtartja. Van erő Althausban. Most jöhet Bignicki. Még nem ér be Bohm. Ki is használják. Sajnos gól a vége. Meyer lövi. 15-13, 28. perc. Ulat. Berling. Radulovics nem volt megjátszható, Nagy Ivett. Mozgovaja keménykedett. Baumbach nagyon figyel Radulovicsra, ki eddig csupán mindössze egy akciógólt lőtt. Réfer elakadt benne. Mozgovaja, Ulat megtartja, ott a szélső, de rossz a passz. Megkezdődött a 29. perc, 15-13 a Trier javára. Bohus mond valamit közben Radulovicsnak, a német edző pedig Hergeli biztatja védekező játékosait. Radulovics tovább, belefújnak, és megint Bohm fogta a fejét, de most nem marad lent. Radulovics, Bohus zár neki, lehet, hogy ezt beszélték meg az előbb. Meyer, jól van, úgy ítélték meg, hogy szándékosan ütötte haza. Lassacskán megkezdődik az utolsó perc az első félidőben. Fent a játékvezető keze, Radulovics nem tud lőni. Szabad dobás. Lassan el kell lőni, sőt, nagyon gyorsan el kell lőni most már. Radulovics teszi meg. Úgy is van! 15-14! De jó lenne ezt kivédekezni. Bő fél perc van még hátra. Mozgovaja. Baumbach. Messze egyelőre a németek a kaputól. Althaus. Meyer. Bohm. Gáspár üt bele, de Scholnak még megvan. Mozgovaja. Gáspár tart vele. Jó védekezés. Bő 10 másodperc még az első fél időből. Scholl. Mozgovaja. Ő és Baumbach a két leginkább vállalkozó kedvű. Baumbach lövi el, és Pálinger tolja fölé, többre már nem lesz idő. 15-14 tehát az első félidő után az állás, amit szerettem volna 11-6-nál, amikor nagyon elhúzott a meccs elején a német csapat, az most megvan, aképpen Pálinger Kati, ő is jó teljesítményt nyújtott a második felében, az első félidőben. Bízunk benne, hogy az, ami mondjuk azt, hogy a 16. perctől tehát, az első félidő második felében jellemezte a Dunafer játékát, ezután is jellemezni fogja, és akkor meg lesz ez a győzelem a Szomos Budapesté. Na nézzük, Kis Szilárdot nagy elánnal magyaráz. Szóval, hogy meg lesz a két pont. Meg kell, hogy legyen, mert jobb csapat a Dunafer, mint ez a Trier. Még akkor is, hogyha most a németek nagyon jól játszanak egyelőre.
különösen önmagukhoz képest. A hazaiak kezdik a második félidőt, egy góllal vezetnek, tehát egyelőre, és nézem, hogy van-e változás náluk. Ha Mozgovaja is visszajön, már pedig visszajön, akkor nincs. Ugyanazok kezdenek, akik végig játszották az első félidőt, vagyis Scholl, Mozgovaja, Baumbach, Althaus, Bohm és Meyer. Meyer és Althaus egyaránt 4 gólos. Nálunk Radulovic lőtt 5-öt, 3-at 7-esből, 2-t akcióból. Bohm. Pignicki besegít Bohusnak, miután Bohmot is megfogta. Fantasztikus lábmunka, és most egy labdaszerzés. Pignicki bedobja. 15-15, megint egyenlő. Akár csak a VB-n Pignicki Kriszti, ahol szinte minden megszerzett labdából gólt lőtt, amikor megindult. A nézők egy része még csak most kezd visszaszállingozni a lelátókra, meglepődve konstatálhatják, hogy döntetlen az eredmény, és megint egy magyar labdaszerzés. Ez most Lovász volt, Pignicki inkább megáll, jól teszi. Ferling, Nagy Ivett, Bohus, megvan! Így a jó, Lovász! És megfogja az ejtést Gréfer, számított rá. Rajta is érződik, hogy felkészült az újvárosiakból. Scholl, Mozgovaja. Ferlingnek a szaggatottig ki kell jönnie, Mozgovájával szemben védekezni, és ezt rendre meg is teszi. Így is dobott 3-at az orosz válogatott, mi lenne, hogyha nem védekeznének ilyen jól vele szemben. Meyert láthattuk, Baumbach. Pignicki teszi fel a kezét, megint megállította Bohmot. Baumbach. Gáspár mellett nem könnyű, Mozgovaja takarásból, Pálinger! Sajnos a németeké, Althaus előbb ért oda, mint Lovász. Visszarendelik a bírók. Mozgovaja sántikál. Harmadik perc a második fél időben. Egyelőre egy gól ebben a játék részben, azt a Dunafer lőtte, vagyis 15-15 az állás. Baumbach. Mozgovaja. Bohm. Pignicki nem kíméli. Bohm. Magasan fölé. Ferling. Bohus. Ferling. Nem. Belemenést fújtak, azt hiszem, hogy jogosan. Mozgovaja. Szépen csinálta, de bal szerencséje volt, és ez a miénk. Rálépett a vonalra. Most lejön Pignicki, Gáspár már megtette. Radulovic és Bulat a pályán támadásban. Lovász, Tekár érte, pedig szépen megcsinálta a cselt Meyerrel szemben. Gréfertől bement volna, azt hiszem. Lehet, hogy ön majd Pálfi levette a melegítő fölsőt minden esetre. Most nem megy olyan jól egyelőre Lovász Zsuzsinak. Pignicki. Megint egy jó védekezés, Bohm, aztán ott hagyták, Scholl, megint kapufa! Jól van, megkezdődött az 5. perc. Csak gólokat kéne lőni, át kellene venni a vezetést, ezek után a megszerzett labdák után. És lejön Lovász, jön tehát Pálfi a másik Zsuzsa a jobb szélre. Radulovic. Pálfit egyelőre nem veszik be, most végre labdához érhet egy picit. Radulovic, neki zárnak, messziről lőtt Gréfer.
Nagy Ivett szabálytalankodott. Bum. Ralfi kemény, 2 perc. Az első 2 perces büntetés a mérkőzésen. A most beállt Pálfi Zsuzsa kapja. Egyetlen kiállítás sem volt eddig. És a kiállítás egyből azt jelenti, hogy bejön Kindl, és bejön Oblisz védekezésben. Így Bohus a jobb szélen, Kindl, Oblisz és Ferlin középen, és Nagy Üvet van még bent. Mozgovaja nagyon szépen szedte össze. És megint nem sikerült átvenni a vezetést, 16-15 oda. Elég gyorsan gólt lőttek az előnyből. Nagy dolog lenne, ha válaszolnánk rá. Radulovic, Ferling, még messze a kaputól, türelmes egyelőre a Dunafer. Nagy Ivett. Na, nem fújnak semmit. Reménykedtem, hogy talán belefújnak, hiszen hozzáértek azért Nagyhoz. Páringer! Fantasztikus védés! Ferling, most egyelő létszámban, mert nem ért vissza, most már visszaért Baumbach. Ulat. 6. perc vége, 16-15 a Trier javára, és emberelőnyben még a németek. Van még idő támadni. Még nem, most már passzívnak látják a bíró, pont mire kimondom. Bulat, Ferling. Nem. Érezhető volt, de kénytelen volt valaki ellőni. Bent marad most Radulovic védekezésben, nem volt idő cserélni. Mozgovaja, Nagy Ivet vette ki a kezéből, a bírók látták, úgyhogy szabálytalanul. Baumbach. Mozgovaja még tovább, Oblisz, és kiegészült a magyar csapat. Bohm. Bohus védekezik a jobb szélen egyelőre. Radulovic nézeget hátra, de aztán cserél. Jön Pálfi Zsuzsi. Jó messzire ment szerencsére a labda. 7 perc telt el a második félidőből, 6 perc 59 másodperc, 16-15 az állás a Trier javára. Ferling ajándékba kapta, kis hián ajándékba adta. Gáspár még idejében észlevette. Pignicki. Bohus megfogja, jönnek a cserék. Radulovic, Ferling. Nagy Ivett készen felhúzódott, most megy le a szélre. Radulovic. Ferling mondta be a figurát Baumbach. Egészen messzire kilépett Radulovicsra. Bulát! Hú, mekkora gól! 16-16! Bulatani a második gólja. Parádés lövés. Gréfer majdnem rácsavarodott a kapufára. Baumbach. Megvan az. Pálfi. Jóval nem látták, hogy belépett. Gáspár! Szabad dobás. Onnan már nem lehetett. Megint át lehet venni a vezetést. Még egyszer sem vezetett a Dunafer. Mérföldkő lehetne a mérkőzésen, hogyha megtennék a dunaújvárosiak, hogy átveszik a vezetést. Több szempontból is. Radulovic. Bulat. Szépen ment be. Szabad dobás. Radulovic, meg kéne szerezni, Bulat Anita! Nem kímélte őt Baumbach. És Radulovic elalszik, nem szóltak neki, hogy jön Meyer. Nem él az ajándékkal. Igen, az övék.
Meyer összerolj, dühöng. Nem is Meyer, Baumbach az. Negyvenedik perc, tehát a tizedik a második fél időben. Továbbra is döntetlen. Bom. Althaus taszítja arrébb Nagy Ivett. Baumbach, bom. Megint bom. Köszönjük. Bohus. Ulat. Az Radulovics oldala volt, nem feltétlenül ezért ment fölé a lövés, persze. Sok hiba most mindkét oldalon. Bom. Bálinger! Fontos pillanatokban szép védések tőle. Bomot annyira fogja Pignicki, hogy most, mivel kétszer volt lövési lehetősége, mind a kétszer gyorsan ellőtte, és mind a kétszer hibázott, mondjuk azt, hiszen az elsőnél nem találta el a kaput, itt viszont Bálinger is dicsérhető. Megint döntetlennél támadhat a Dunafer. Belefújnak. Radulovics. Bum, későn támasztja meg, és vezet a Dunafer először a mérkőzés során a 41. percben. 17-16, és visszafújják a bírók. Mármint a németek indulási kísérletét. Radulovicsnak ez volt az első gólja a második félidőben. Bum. Mozgovaja. Baumbach. Pignicki biztatja még Gáspárt. Meyer. Baumbachot cibálta meg Gáspár. Két perc. Az egyik bíró a sárga lapért nyúlt, aki az alapvonalon volt. Sajnos nem úszta meg Gáspár Gabi ennyivel. Megint előnybe kerül a Trier, ember előnybe. Legutóbb Pálfi kiállításánál 1-0-ra nyerték a meccsnek azt a szakaszát. Mozgovaja, Baumbach, le a szélre, Meyer. A kapufa külső éléről megy ki. Meyer is hibázott, az egyik legjobb német ezen a meccsen. Az, hogy mindössze egyetlen gólt lőttek most már majdnem 12 perc alatt a második félidőben a németek, sokat elmond a teljesítményükről. Radulovics viszont most elalszik, Meyer a harmadik zicsere. Bálinger! Ha nem ellenünk játszana Meyer, már-már sajnálnám most ezekért az elmúlt percekért, annyit rontott Althaus, és most felállnak. Jó lett volna a kipattanót begyűjteni. Baumbach. Bom. Meyer. Althaus megfogják. Jó van, belépett. Nincs jó orra, Dulovics belefordul Meyerbe. Elalszunk néhányszor. De ezek fontos labdák. Ember hátrányban lehetne támadni. Ehelyett Baumbachnál a labda. És ő gólt lő belőle. 17-17. Bohus próbálta megtámasztani. Ennyi van még a kiállításból. Lassan kiegészül a Dunafer. Radulovics. Ő gólt lő ember hátrányból. 18-17 megint a mieinknél az előny. És még mindig két német a földön,
két perces kiállítás Ferlingnek. A német csapatból még senki sem volt kiállítva. A labda viszont legalább a miénk. Baumbach a képen, ő baktat vissza, itt pedig Kis Szilárd. Kissé tanástalanul. Négy magyar most a pályán egyelőre. Bulatot egyelőre nem engedik fel. A többiek nehogy baj legyen, most jön be. Most tehát csak, idézőjelben, szimpla ember hátrányban a Dunafer. Bohus középen, az irányító posztján. Radulovics indul a szélről, nem sikerül a figura. Meyer szedi össze a labdát, és végig is viszi Meyer. Hát négyből egyet csak belőtt. 18-18. Az ötödik gólja Meyernek. Tizenötödik perc a második félidőben. Bulat. Radulovics messze a kaputól, ráadásul Althaus és Bohm megállítják. Nagy Ivett. Bulat. Olvasta szinte Gréfer, aztán ünnepel egy kicsit. Nagy Ivett! Szándékosnak látják a bírók, hogy hazaütötte, minden esetre nagy bravúr volt, hogy egyáltalán hozzáért ehhez a labdához. Kindl bejött középre védekezni, Baumbach vele szemben, Althaus a földön, a labda a mieinké. Semmi nem történt, Ulat pedig nem kapkod. Pálfi. Szépen megvárják Radulovicsot. Most már mindenki ott van a mieink közül a Trier kapuja előtt. Bohus most bemegy beállóba, próbál zárni. Ulat. Althaus kőkemény. 16. perc a második félidőben. Nagy. Ulat. Gréfer. Nagyon nagy védés volt. És indítás is van belőle, Baumbach. Összeszedte az egyensúlyát, a labdát, és aztán gólt lő. Nem rossz csapat a Trier. Megint visszaveszik az előnyt. És ismét egyenlő létszámban a csapatok. Bejött Ferlin, 19-18, tehát a 17. perc elején a Trier javára. Kindl, gól! Visszahozta őt Kis Szilárd, és azonnal gólt lő. Baumbach, ez most mellé. Áll az óra. Baumbach most csalódottan kocoghat vissza. Ő is eldobta már, mint Baumbach most a semleges sarokba, mondjuk így, a labdát. Wallinger szép komótosan hozta vissza. 19-19. Kevés gól van a meccsen. Ez egyrészt két csapat védekezésének dicsérete, de hát nagy van a támadások kritikája is. Törölni kell, mutatja Kindl, és a játékvezetők belátják, valóban így van, úgyhogy törlés következik. Nagyon fontos ez az első meccs, egy idegenbeli győzelem hatalmas lökést adhatna a Dunafernek. Meg hát a BL-ben idegenben győzni és a hazai meccseket megnyerni, az nagyjából sejtjük, hogy mit jelent. Nagy Ivett. Kindl kicsúszik a kezéből, Baumbach. Meyer nem teszi vissza egyedül, szépen fejezi be. 20-19. Meyer jól megszórta magát. Ez a hatodik gólja volt.
megint átszervezte csapatát. Kis Szilárd Pignicki irányít, Ferling a bal átlövő, a világbajnokságon ezen a poszton játszott, a magyar válogatottban kiválóan. Pálfi, Ferling, szép csel, és szép gól! Így jöjjön be minden húzás. Mozgovaja, Páringer! Hát mondja meg valaki, hogy ez a kapus, a magyar kapus nem edzett hetekig. 20-20. Nagyon rohannak pedig a németek, hogy ne tudjanak a miénk cserélni. Ferling, persze, hogy szabálytalan volt. 49. perc. Nagy, Ferling, Bohus nem tud zárni, Pignicki. Fent a játékvezetők keze, remélem látják a miénk, Nagy Ivett. Szépen a földre viszik. Lőni kell. Nincs lövés, most lesz. Ferling! Ajaj. Baumbachot meg kéne állítani. Így is jó. Baumbach veszekszik sollal. A lényeg, hogy Pignicki kezében most már Radulovicsnál a labda. Radulovic bommal szemben. Gól! 21-20 a miénk javára. Radulovic 8 gólos. 50. perc. Mozgovaja. Bom. Baumbach. Gáspár vele szemben. Mozgovaja. Nagy Ivet fogadja Mozgovajának, zárnak Baumbach. Szépen vitték végig, hetes. Hiába vét Pálinger. Egyenlítési lehetőség előtt a németek. Jön Henker, ha jól látom, aki még egyetlen percet sem töltött, sőt másodpercet sem töltött a pályán. De a hetes nem ő lövi majd, hanem Baumbach. És ő belőle. 21-21, megint egyenlít a Trier, amely szívósan kapaszkodik. Éppen 10 perc van még hátra. Nagy Ivett. Radulovic. Hú, de nagy gól! A 9. gólja Radulovicnak. Fantasztikus egyéni teljesítmény. Mondhatnám azt is, hogy főleg, ha győz a Dunafer, hogy karácsonya van már csak azért is, mert ma van pravoszláv karácsony, úgyhogy Radulovic ezt is ünnepli, kapott is ajándékot. 10 perc múlva, bő 10 perc múlva jöhetne a második a mai napon. Pignicki, belefújnak közben. Mozgovaja. Baumba. Lovász a pályán megint, oda is üt egyet, Mozgovaja, fent a játékvezetők keze, Mozgovajának zárnak, és a frissen beállt Henker. Megint döntetlen. 22-22 és 9 perc van hátra. Nagyszerű bejátszás volt. Lovász tehát támadásban is, a Dunaferben a jobb oldalon. Pignicki, Nagy Ivett, kicsit tanástalan volt egy pillanatig, Ferling, Henker csimpaszkodik bele. Nagy Ivett, Ferling, Pignicki, de szépen ment föl pedig. Ezt most nagyon fontos lenne kivédekezni. Baumbach fékez, Henker, Bohmot kapta le a németek edzője.
Megkezdődött az 53. perc 22-22-nél. Henkernek zárnak. Mozgovaja nem lő. Althaus szépen találta meg őt, Meyer. Megint vezetnek. Althaus régen lőtt gólt, nem hiányzott, hogy lőjön, ez az 5. találata. 23-22 tehát jelenleg. Perling. Vignicki. Radulovic. Szaggatotton védekeztek vele szemben, aztán Ferling megpakolnak oda. Nagyon harcos csapat az ellenfél. Radulovic messziről, blokkolják. Althaus ünnepel egy kicsit. Megkezdődött az 54. perc is. Radulovic. Passzívnak látják. Ferling lő mellé. Jöhetnek a németek. Baumbach megmutatta, hogy melyik figurát játsszák. Henker. Baumbach. Mozgovaja. Ferling elkíséri. Meyer. Mozgovaja. Lépés. És van induló ember, Bohus! Csak nem onnan. Véget ért az 54. perc, vagyis 6 perc van hátra a mérkőzésből. Megint kiindul a pályán, megint Ferling irányít. Radulovic. Nagy Ivett! Jaj, de kellett volna! Szépen indult be, és meg is kapta a labdát. Réfer jól vélt. Réfer is jól vélt. A második fél időben még egyik edző sem kért időt. Baumbach. Gól. 24-22. Két gólos. A Trier előnye, hosszú ideje nem volt már két gól az előnyük. Két perc, Henker kiküldik. Ez most jól jöhet, csak élni kell vele. Az első kiállítás a Triernél. 5 perc van hátra a mérkőzésből, 24-22 tehát a németek javára. Gólokkal kéne nyerni ezt a 2 perces szakaszt lehetőség szerint. Radulovic, Ferling, Bohus. Egy gól megvan! 24-23. Bohus második gólja. Most persze nem sietnek a támadással a németek. A végjátékban fog eldőlni. Hiszen 4,5 perc van hátra. Baumbach, Meyer, kapufa, itt nincs meg a labda, Baumbach, ketten csimpaszkodnak bele. Baumbach, szép csel, ez is kapufa, de nagy szerencsénk van, Vignicki, éljünk akkor vele, lovász, lovász, gól! 24-24, két gólt lövünk emberelőnyből. Lovász Zsuzsa is 2 gólos most már. Kis Szilárd mutatja ott, hogy hogyan kell védekezni. Jó erőben van mindkét edző, végig mozogják ott a vonal mellett szinte az egész találkozót. 3,5 perc van hátra. Baumbach, Meyer. Vignicki nem hagyja. És időkérés. Várható volt. Ember hátrányban a Trier. Mozgovaja.
Ignicki ront ki Baumbachra. Mozgovaja kezéből kicsúszik, de azért, mert taszított rajta egyet. Ha jól láttam, Gáspár. Baumbach. Meyer, ő is kap egyet, Mozgovaja. Elveszik! Remek védekezés. Kiegészültek közben, de Henker már csak hátra tud bejönni. A támadásban nem volt képes részt venni. Már 3 perc sincs hátra. 2 góllal megnyerte az emberelőnyt a Dunafer. Nagyon fontos pillanatban nagyon jól játszottak. Kindl. Bohus. Észrevette a trükköt Henker. 2,5 perc. Ferling. Ferling. Bohus. 7-es. Úgy is van, 7-es. Althaus szabálytalankodott. Bohus be a... És jön majd rá Dulovics. Radulovics 24-24-nél kihagyja. Gréfer megfogta. A második kimaradt büntető mind a 2 döntetlennél. Két perc van még hátra. Továbbra is kell a jó védekezés. Baumbach. Lovászra néz nagyon csúnyán Meyer. Kapott tőle rendesen. Mozgovaja. A bejátszás. Szabad dobás. Közben pörögnek a másodpercek. Bő 1,5 perc még. Baumba. Totyog, de lögdösik. Radulovics. Visszaadta a labdát Pálinger. Radulovics nem tud lejönni. Azt néztem, hogy vajon sikerül-e neki. A kapufa vagy Pálinger talán még hozzáér, de a lényeg, nem született gól, és 1 perc 10 másodperccel a vége előtt támadhat a Dunafer. 24-24 kell a gól. Nincs fese, gólt kell lőni. Most már áll a német közönség is, én már régen azt teszem, mert van egy asztal, amit elém tettek, ettől nem láttam a pályát. Jó lenne, hogyha most egy Dunafer gólt nézhetnék végig. Lovász! Mutatja, hogy hát én bedobtam. Sajnos belefújtak, és Kis Szilárd is időt kér. Radulovics. Ferling. Ferling kezében a labda, 20 másodperc van még hát, illetve 40 másodperc van hátra, és Kindl lövése sajnos Gréfer kezében hal el, döntetlen az állás Tírben, 24-24, és támadhatnak a németek, nem sietnek. Valószínűleg ez lesz a mérkőzés utolsó támadása, ha csak nem követnek el valami csacskaságot a hazaiak. Alig ha lesz meg tehát a dunaújvárosi győzelem. Nagyon jól játszott a Trier sajnos, a vártnál sokkal jobban. És noha jól védekezett, de nem támadott igazán jól a Dunafer eddig. 24-24, Baumbach, Althaus megfogják, belefújnak a bírók. 6 másodperc. Blokk, Althaus összeszedi. Mit ítélnek? Időn túli szabad dobást? Az biztos, hogy befelé kihozzák a szaggatotra, nincs tehát 7-es. 24-24 a vége. Időn túli szabad dobás következik. Reméljük, hogy ez a vége. Felállnak tehát a németek, felállnak a mieink, bent vannak a legmagasabb embereink. Nikitjenko. Magasan fölé, ez volt az egyetlen megmozdulása a mérkőzésen. 24-24, tehát 1 pontot szerez Németországban a Dunafer. Több, mint a semmi. Nagyon-nagyon izgalmas és iszonyatosan nehéz mérkőzés volt. 1 pont is jól jöhet azért még idegenből. Nagyon bízunk abban, én legalábbis a magam részéről, hogy a Valenciát, vagy akár a Toljátit is meg tudja szorongatni, esetleg meg is veri a Trierit Németországban. Köszönöm szépen a figyelmüket, tehát a végeredménnyel búcsúzom. Trier Dunafer 24-24, a szó a Budapesti Stúdió.